kisméret ellenére a szem az egyik legfontosabb érzékszervünk, tulajdonképpen az egy-egy kihelyezett részének tekinthető. A látószervhez tartoznak még a szemhéjak, a szemmozgató izmok, a könyvszervek, a látóideg, látópálya és a látókéreg is. Ezek betegségeivel és a szemgolyó betegségeivel foglalkozik tulajdonképpen a szemész. Mi végezzük a legtöbb diagnosztikai vizsgálatot is, és a szemhéjak, a szemgolyó és a szemizmok sebészete és a szemész feladatkörébe tartozik. Tehát viszonylag kicsi részét teszi ki a munkánknak az, amikor szemüveget írunk, általában a szembetegségeket gyógyítunk. Hamar nyilvánvalóvá vált számomra is, ugye, hogy a szemet azt nem kezelhetjük egy külön szervként, hanem csak a szervezet részeként. Nagyon sok olyan szembetegség van, amely valamelyik másik szervnek vagy az egész testnek az egyik betegsége következtében jön létre. És ez azért fontos, mert minden szembetegséget úgy kell kezelnünk, hogy magát a pácienst is kezeljük közben. Fel kell ismernünk, hogy milyen betegség állhat a háttérben, és a társszakmákkal is szorosan együtt kell működnünk. A leggyakoribb szemészeti panaszok azok a szemfájdalom, látásromlás és a szemvörösség. Ezek nagyon általános panaszok, nagyon sokféle betegség okozhatja őket, de egy látásvizsgálattal, réslámpás vizsgálattal már általában megkapjuk a diagnózist, vagy megtudjuk, hogy milyen kiegészítő vizsgálatok szükségesek a pontos diagnózis felállításához. A leggyakoribb szembetegségek felnőtt korban, amik akár vaksághoz is vezetnek, az a cukorbetegség szemészeti szövődményei, a szürkehályog, a zöldhályog és az időskori makuladegeneráció. Ezek közül a szürkehályog az, amelyik a legkönnyebben gyógyítható egy műtéttel, hogyha nincs más betegsége, szembetegsége a páciensnek, akkor tökéletes látás érhető el. A másik szembetegség gyógyításával már nehezebb dolgunk van, viszont mindegyikre igaz az, hogyha korán történik a diagnózis, amikor még nincsenek tünetek, vagy csak nagyon kevés panaszt okoznak, akkor sokkal jobb eredménnyel kezelhetők ezek a betegségek. Ezért fontos mind a három esetében, hogy szűrővizsgálatnál ezeket időben észrevegyük. A legfontosabb a réslámpás vizsgálat, aminek a segítségével tízszeres nagyításban tudjuk vizsgálni a szemgolyót, és egy speciális előtét lencse alkalmazásával a szemfeneket is. Itt már látjuk, hogyha bármi olyan eltérés van, ami a panaszok hátterében állhat. Vagy elég ez a pontos diagnózishoz, vagy kiegészítő vizsgálatokat kell végeznünk, az szerint, hogy itt mit találtunk. A Budai Egészségközpontban elérhető természetesen a réslámpás vizsgálat, kiegészítő vizsgálatként pedig látótérvizsgálat és OCT, vagyis optikai koherencia tomográfiás vizsgálat. Ez utóbbi kettőt akkor végezzük el, hogyha bármi gyanút látunk arra, hogy vagy idegrostkárosodás alakult ki a szemben, vagy az éles látás helyének van valamilyen betegsége. A szemészeti betegségek megelőzése szempontjából nagyon fontos az általános egészségünk megőrzése, hiszen ahogy említettem korábban is, a szembetegségek nagyon nagy része egy általános betegség tüneteként jelenik meg. Tehát például egy kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással egyrészt biztosíthatunk minden tápanyagot, nyomelemet a szem megfelelő működéséhez, másrészt megelőzhetjük akár a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulását is. A dohányzásról való leszokás is nagyon sokat segíthet, hiszen a dohányzás a kisereket károsítja, ezáltal a keringési betegségek szemészeti tüneteit súlyosbíthatja. 50 éves kor fölött sokkal gyakrabban alakul ki már a legtöbb szembetegség, sokkal gyakrabban fordul elő, ezért nagyon fontos, hogy rendszeres vizsgálaton essünk át.